megtartása ilyen értelemben hosszú távon be fogja betonozni az agglomeráció közlekedés fejlesztési irányait, és nem fog kitörési pontot jelenteni számunkra. Most pedig engedjék meg, hogy néhány a fenntarthatósággal összefüggő problémára hívjam fel a figyelmet. A törvénytervezetben, és ezt az előterjesztők rendkívüli pozitívumként mutatták be, több olyan paragrafus is található, amely környezeti követelményeket próbál érvényesíteni. Sajnálatos módon szinte mindegyik esetében azt kell megállapítanunk, hogy az ebben foglalt szabályozási paraméterek vagy kijátszhatóak, vagy gyengék. Nézzük először az 5. paragrafus 5. bekezdését, amellyel kapcsolatban már több észrevétel is elhangzott, ezért az 5 hektárt nem ragoznám tovább, hanem inkább a másik két paraméterről szólnék, ami ebben meghatározásra kerül. Itt ugye a lakó területek létesítéséről van szó, és ugye a 300 lakás bűvös szó szerepel benne. Már eleve az problémás, hogy nincs meghatározva az sem, hogy a 300 lakást elérő vagy annál nagyobb lakásszámú területekről van szó. Ez egy rendkívül slendrián megfogalmazás, ugyanis ezek szerint 301 lakásra már ugyanez a paraméter nem vonatkozik. A másik probléma, amit Hegedűs Enikő képviselő társam is említett, hogy abszolút megint a meglévő kötött pályás létesítményekre támaszkodik. Nem csak az a probléma, hogy itt füzérszerűen rátelepednek adott esetben a fejlesztők ennek a környékére, de az is probléma, hogy a füzérszerű rátelepedés mellett a ráutazási, ráhordási távolságok egyre nőnek. Az az 5 kilométeres távolság, amit önök a tervezetben meghatároznak, a valóságban az adott területi elhelyezkedés és az ottani közúthálózati kapcsolatok következtében könnyen eredményezheti azt, hogy tulajdonképpen virtuálisan biztosítanak egy ráhordási lehetőséget, a valóságban azt a közösségi közlekedési kapcsolatot senki nem fogja használni, mert a városközponthoz közelebb eső lakóterület megközelítése közúton, a leterhelt közutakon nyilvánvalóan sokkal közelebb esik a kívánt utazási irányhoz, mint az a közösségi közlekedési létesítmény, amire önök a ráhordást biztosítani akarják. Ilyen értelemben ennek a távolságnak a lecsökkentését fogjuk javasolni, és egyértelműen változtatni kell azon is, hogy nem csak a leterhelt, jelenleg meglévő hálózatokra szabad rászabadítani az ingatlanfejlesztőket, hanem igenis, aki ilyen fejlesztésben gondolkodik, az adott esetben vegyen részt ezen közösségi közlekedési hálózati kapcsolatok fejlesztésében. Magyarán szólva nem a meglévő, hanem adott esetben megépítendő hálózati létesítmények létrehozására van szükség, még akkor is, hogyha ez az adott fejlesztést megdrágítja, vagy adott esetben lehetetlenné teszi, hiszen annak a fejlesztésnek a létjogosultsága csak akkor indokolható, hogyha erre a megfelelő műszaki létesítmények kiépítésének költségvállalása esetén is igény van. A következő pont, amiről szólni szeretnék, szintén egy környezet jellegű szabályozás, ez az 5. paragrafus 6. bekezdése, ahol már szintén elhangzott Jávor Benedek képviselőtársamtól, hogy a kapcsolódó zöld területek arányának növelésére volna szükség. Itt egy másik gondolatra és másik problémára hívnám fel a figyelmet, ez pedig az, hogy ezen szabályozási javaslat utolsó mondatrésze azt tartalmazza, hogy ennek az egyébként minimálisan 5%-ban meghatározott zöld felületnek legalább 50%-ban kell a beépítésre szánt területtel kapcsolatban lennie. Hát kérem szépen, ez teljesen abszurd, ugyanis ebben a pillanatban az 5%-os javaslat 2,5%-ra csökken, hiszen a közvetlen kapcsolatban nem lévő
zöld felület az ugye elvileg parttalanul máshol is elhelyezkedhet, ami a lakók számára gyakorlatilag nem megközelíthető, vagy életvitelszerűen nem használható, tehát az ilyen csapdákat el kell kerülni. A következő környezeti szabályozási pont a Hegedűs Jenikő képviselő társam által már említett golfpálya szabályozás. Ez az 5. paragrafus 7. bekezdésében van, ahol azt mondja ki a szabályozási javaslat, hogy a nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben csak zöldterület, továbbá a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület, területfelhasználási egység köréből sportolási célú terület jelölhető ki. Álláspontunk szerint ez így tarthatatlan, és ez megint a szabályozás fellazítása, és egy olyan kiskapu, ami alapján tulajdonképpen jelenleg még érintetlen térségekbe nagy volumenű ingatlan fejlesztéseket lehet végrehajtani, ami által annak a használhatóságát a köz egésze számára gyakorlatilag meghiúsítják, és egy szűk kört üzleti érdekből, avagy egy másik szűk kört a luxus életvitele érdekében előnyben kívánnak részesíteni a közzel szemben. Tehát ezt a kivételezést, ezt mindenképpen törölni kellene a fenntarthatóság és a társadalmi igazságosság érdekében. A következő megint kiemelten környezet barátnak szánt szabályozási pont a 7. paragrafus első bekezdése, ahol a mezőgazdasági térség besorolását rögzítik 90%-ban mezőgazdasági területként, illetve természetközeli területként, és ugye a maradék rész válik beépíthetővé, amit úgy fogalmaznak meg, hogy a mezőgazdasági térségben legfeljebb 10%-on bármely települési terület felhasználási egység kialakítható. Álláspontunk szerint ez egy indokolatlan csökkentés és egy indokolatlan különbségtétel, ami gyakorlatilag megbontja ezeknek a területeknek az egységét, és ezt követően természetszerűleg utat nyit egy későbbi beépítésnek. Ilyen értelemben egy olyan magas szintben kellene ezt a százalékot meghatározni, hogy ne lehessen igazából más rendeltetési célra ezeket a területeket felhasználni. A következő pont, amiről megemlékezzék, és még mindig a környezet ügyéről van szó, ugyanaz hasonlóan, mint az előbbi mezőgazdasági területeknél, az erdőgazdálkodási térség százalék meghatározása, ami ugye visszalépést jelent a jelenlegi szabályozáshoz képest is, hiszen ott 90%-ban van meghatározva, a 6. paragrafus első bekezdéséről beszélek, itt mindenképpen erősítésre és nem visszalépésre a 85% helyett, vagy a 90 megtartására, vagy inkább egy ennél szigorúbb szabályozásra volna szükség. Az utolsó egyébként szintén nagyon látványosnak tűnő szabályozási javaslat az 5. paragrafus 9. bekezdése, ahol a 7000 négyzetméter nettó eladó térnél nagyobb új kereskedelmi szolgáltató egységekre kíván szabályozást teremteni a tervezet. Itt 300 méteres rágyaloglásról és jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhely közelségétől teszik függővé az építési engedély kiadását. Álláspontunk szerint a 7000 négyzetméteres eladó tér az már egy olyan giga méret, ami alá könnyű menni annak érdekében, hogy ezt a szabályozást ne kelljen betartani. Tehát egy ennél lényegesen kisebb eladó tér méret meghatározására volna szükség ahhoz, hogy egyáltalán ezt a paragrafust a beruházók ne
kerülhessék ki, ami pedig a megközelítést illeti, ugye itt is egészen elnagyolt a szabályozás, hiszen a 300 méternél azt feltételezzük, hogy most a rágyalográsról beszélek, hogy valaki, aki nem magángépkocsival közelíti meg ezt a területet, az majd az ott bevásárolt cekkerekkel és jelentős súllyal megterhelve buszmegállónyi távolságot fog gyalogolni annak érdekében, hogy elérje a közösségi közlekedést. Ilyen értelemben ennek a csökkentése volna szükséges, és hasonlóképpen itt is a beruházót kötelezni kellene a megálló kapcsolatok kiépítésére, és nem pusztán a meglévő közösségi közlekedés lehetőségét kihasználni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Józsa István képviselő úr lehetősége, hogy szóljon, 15 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ezen a késői órán még ilyen sokan itt vagyunk a agglomerációs törvény vitáján. Először a törvény indokoltságáról szeretnék szólni. 2005-ben került előkészítésre az első agglomerációs törvény, és ez szerves folytatása volt a 2003-ban elfogadott első országos területrendezési tervnek, és szerves folytatása a 2004. május 1-ével bekövetkezett uniós tagságunknak. Budapest és a Budapestet övező agglomeráció az ország legnagyobb gazdasági potenciálja. Nem mondok újságot, még a környezetvédők is tudják, hogy az ország GDP-jének mintegy 40%-a ezen a területen koncentráltan képződik, és nagyon fontos, hogy ennek a területnek a kiegyensúlyozott fejlődése szabályozott keretek között, fenntartható módon, a környezet értékeit megőrizve történjen. Ugyanakkor az egész országnak is érdeke, hogy ennek a területnek a közlekedése és infrastrukturális folyosói, a zöld területek oltalma mellett hosszú távon kijelölésre kerüljön, és egy összehangolt fejlesztés, fejlődés keretébe tudjon megvalósulni. Tehát az első agglomerációs törvény, azt hiszem, hogy korszakos jelentőségű volt, és nagyon fontos, hogy ennek a törvénynek a keretébe kialakult egyfajta monitoring rendszer, hogy ami változás történik, az rögtön feljegyzésre, követésre kerüljön. A zöld terület oltalma egyetlen eléggé jól behatárolt, mondhatni kicsi, agglomeráción belül nem egyszerű feladat. Mert ahogy mondtam, itt vannak nemzetgazdasági célok is, tehát ha ez a régió nem húzza motorként az ország gazdaságát, akkor nem nagyon beszélhetünk gazdasági növekedésről. Ugyanakkor olyan szabályozókkal kell bírnia az agglomerációs törvénynek, hogy az egységes zöld felületi rendszer, ennek a szumma értéke az ne romoljon, hanem lehetőleg javuljon. Beépített lakóövezeti területeken szokás használni ezt a három lépcsős zöldvédelmet, hogy az út mellett vagy a műtárgy mellett először van a fű, aztán a bokrok, és a harmadik lépcsőként a fák. Ezzel viszonylag tudatosan fel lehet építeni egy zöld területet. Ugyanakkor agglomerációs szinten ezt a zöld felületi egyenértéket nagyon nehéz szabályozókkal leírni. Amikor az első ilyen vita volt ezelőtt 5 évvel, talán kicsit több, akkor is kifejtettem, hogy valószínűleg jobb a zöld felületi egyenértéke egy gondozott, az előbb említett golfpályának, vagy akármilyen zöld parknak megfelelő
szigorú feltételek között beépített, alacsony beépítettségű lakóparknak, mint egy rosszul művelt, parlagfűvel szennyezett mezőgazdasági területnek. Tehát az, hogy egy terület önmagában mezőgazdasági, az én megítélésemben nem biztos, hogy olyan zöld területi, zöld felületi egyenértéket tud jelenteni, mint egy gondozott park, aminek a felügyeletéről, a jó gazda módjára gondoskodnak. Én nem csak a agglomerációs törvény kapcsán, általában szeretném javasolni, hogy kerüljön kidolgozásra egy egységes zöld felületi rendszer, ami valami mutatón keresztül képes kifejezni egy-egy területnek a zöld értékét, klimatikus egyenértékét, egyáltalán a gazdagságát. Hozom példának a szarvasi arborétumot. Azt ezelőtt pár száz évvel elkezdték csemeténként telepíteni, és most egy hihetetlen természeti érték. Ki lehet fejezni valahogy a szarvasi arborétum zöld egyenértékét egy receptáblához képest? Ha meg tudják nekem mondani, annak nagyon örülnék, mert akkor ez adaptálható lesz valahova, máshová is. Van egy példa, München ugye elég sűrűn beépített város, és ott elfogadtak egy szabályozást, hogy aki zöld tetőt épít, az egy nem nagy százalékba, de beszámíthat a zöld terület közé. Engem fölvittek egy magas pontra, és szétnézve vannak olyan kerületei Münchennek, ami csak zöld tetőt lehet látni, és ilyen teraszokat. Lehet, hogy ez klimatikusan nem egy nagy érték, de hogy kihat, és pozitívan hat ki a ott élőknek a közérzetére, ezt azt hiszem, hogy az ott élők tanúsíthatják. Szeretném, már szóltam a monitoring rendszerről, a korrekciók átvezetése. Tehát a mai technikai feltételek között a törvény struktúrájának lehetőséget kellene adnia, hát most csak angol szót tudom mondani, a upgrade-olásra. Tehát, hogy legyen egy olyan futó melléklete a törvénynek, ami mindig az aktuális állapotot fejezi ki. Ez a mai térgeometriai számítógépes adatbázisok mellett mindenképpen megoldható lenne. A 11. kerület képviselőjeként külön szeretnék szólni arról a módosítóról, ami a budaörsi repülőtér redukciójára vonatkozik. Az ott élőknek ez mindenképpen egy fontos dolog, hogy a budaörsi repülőtér ne bővítésre kerüljön, mint az eredeti előterjesztés szerint, ami úgy szól, hogy kereskedelmi nemzetközi repülőtérre fejleszthető egy minden oldalról körbeépített, mondjuk történelmi, tényleg az egy ipari műemlék, még drága jó apám is szállt ott le néhányszor a háború előtt, de ma már ez a városnak a szívébe van, városnak a része, tehát jobb lenne, hogyha kevesebb forgalmat jelentene. És amit még hiányolok a zöld megközelítésből, az a geotermikus energia kitermelésére alkalmas területeknek a kijelölése. Tehát a geotermikus energia a magyar lehetőségekhez viszonyított hasznosítása sokkal többet jelent, mint a mai néhány gyógyfürdő, azzal együtt, hogy ezekben teljes hőhasznosítás van, de a geotermikus energia kitermelése az hőbányászatot jelent, 2500 métert meghaladó mélységből. Én fontosnak tartanám mind környezetvédelmi, mind energetikai szempontból, hogy ezek a területek idővel kerüljenek kijelölésre. Vannak szakmák, akik rendelkeznek ilyen adatokkal, hogy potenciálisan mely területek érdemesek erre, hogy a lehetősége meglegyen ennek a hőbányászati tevékenységnek, és kormánytisztviselőt nem nagyon szokás néven nevezni
egy-egy törvény vitájánál, de én szeretnék elismeréssel szólni dr. Szaló Péter helyettes államtitkár úrról és a csapatáról, akik sok-sok éve gondozzák ezt a szakterületet, és az ő érdemük volt az első agglomerációs törvény megszületése is, ez az előterjesztés is, és általában a szabályozások korszerűsítése, a napi igényekhez való igazítása.